Hát még mindig nem sikerült kikerülni itt a péntek esti lázból. De reményeim szerint ez már az utolsó olyan felhajtó, ami meglassítja a forgalmat. Hát ez a strasbourgi nyüzsi egy jó fél órát vett el az életemből. Hát ez még nem a világ vége. Hogy ettől még körülbelül tudom tartani a eltervezett időket. Innen talán meglódulunk egy kicsit. Á, de ott elől megint nyomják a féket, úgy látom. Ott is van valami felhajtó. Ja, a repülőtérnek a lehajtója van. Most már jól haladunk. Majd, ha valami érdekes lesz esetleg, akkor még bekapcsolom. Megérkeztünk Mühlhaus városához. Itt vége a 35-ös autópályának, és ráhajtunk a 36-osra. Na, most ne gyereké elém, légy szíves, mert nem fogok beljebb húzódni, nem tudok beljebb húzódni sajnos, mert itt volt mellettem egy autó. Rátértünk a 36-os pályára, és ezen kell haladni egészen a 39-es autópályáig. Nehogy beljebb menjetek engyel gyerekek, nehogy beljebb menjetek még életemben se, de köszönöm szépen ennek a szürke színű autónak. Ő egyel beljebb volt olyan kedves. Hát sajnos besötétedett, úgyhogy sötétbe folytatom az utat. Nem sokára megállok egy pihenőre, és utána go tovább. Hogy elméletileg 11 órára, igen, körülbelül 11 óra körül oda is érek a parkolóhoz, ahova terveim szerint meg kéne érkezni. Na hát most jött el a pillanat, hogy meg kell állni. És már 4 óra 13 perce úton vagyok. Úgyhogy itt az idő. Félre kell állni, egy 45 perces vezetési szünetet tartani. Na hát itt a fiúk már ácsingóznak mindenhol. Újra tervezek, tudod mekkora meló?
tanítvány vagyok? Hát hogy ne lennék az? Hát majd nem sokára jobbra megyünk. Itt is van egy kollega. Van itt hely bőven. Mindegy, kollega mellett is lett volna egy hely. Megyek oda hátra. Azért disznóm hízike, jobbra megyünk ízébe. Elmegyek ide hátra. Bácsi, magadom meg a buksi fejecskédet. Újra tervez a bácsi. Jó? A más... Itt is van hely. Bőven. Meg tudnál állni picit. Kösz, jobbra megyünk mindjárt. Megállok, Lacikám, már meg is álltam. És most jött el a pillanat, hogy 15 percre csökkent a vezetési idő. Ilyenkor figyelmeztet ez a készülék, és a tahográf is elkezdett villogni. Úgyhogy megálltam, eszek valamit, aztán 45 perc múlva go tovább. Véget ért a szünet, úgyhogy tovább indulok. 9 óra van pontosan, azaz 21 óra 00 perc. Február 21-én. Biztos említettem már néhányszor, de nem győzöm eleget említeni, hogy Franciaországban még ez is nagyon tetszik, hogy este 9 óra van, péntek, ráadásul ugye már sokan megálltak hétvégére, és még mindig van hely a parkolóba. Mivel, hogy oltári nagy parkolók vannak a legtöbb helyen. Pedig ez is egy elég forgalmas tranzit útvonal Spanyolország irányába. Meg Portugália felé is. Ezen az útvonalon mennek Németországból, Franciaországból. Meg északabbról, Belgium, Hollandia, meg hát keletről is. Habár keletről már inkább Olaszország, Szlovénia, Olaszország útvonalon mennek. Na mindegy, akkor is egy elég jelentős tranzit útvonal, és mégis van hely. Milyen rendes a kollega, beljebb ment, beenged. A másik meg villantott, hogy beenged. Na hát, még van ennyi 166 kilométer, azt 2 óra alatt talán sikerül leküzdeni. Remélem, és aztán pihenő. Bizony, elsatszoltam magam. Ugyanis a Totti féle parkoló az itt van a 39-es autópályán, csak éppen a másik irányba. Úgyhogy ahol rájöttem a 39-esre, onnan másik irányba kellett volna menni, vagy 10 kilométert. És ott van maga a parkoló. Úgyhogy most ehelyett ebbe az irányba jöttem, vagy 40-et, 45-öt. És most megyek ki egy parkolóba, hát itt nem tudom, hogy mi van,
Itt még nem voltam. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset. Jó, hogy rajta tudj maradni. De aztán nem mersz szúrni, egy afféle második kijáratos. De szerintem a második kijáraton hajts ki. Nekem mutatta. Azt mondja, hogy itt van teherautó parkoló. Ide szépen kimegyünk. Hát gyanítom, hogy itt nem lesz semmi. Mármint internet ügyileg. Ödes egy ember vagy, újra tervezek. A második utcán én jobbra fordulom. Hát te... újra tervezés. Azért erre is takaríthatnának. Óriási nagy parkoló. Itt is egy kollega. Többek között még ebbe a cégbe ez is jó, hogy szinte bárhol járunk Európába, biztos, hogy ha nem az első, akkor a második parkolóban de lesz egy Waberers-es autó. És ha bármiféle nyomorunk van, kérdésünk, akármi, akkor hát csak valami normális emberrel találkozunk. Miért nem jársz tömegközlekedéssel? Mert itt nézegetem az útvonalakat, és ezzel remek húzhatatlan legyen. Segítenek, legalábbis én többnyire kifogtam, hogy olyan emberrel találkoztam, aki segített. Na, hát ide betolom a hátulját az egyik üres helyre, és megpróbálom a túloldalon szemben lévő étteremnek a wifi-jét megcsípni, mert ott viszont van wifi. Elég messze van, de megpróbáljunk, hát ha rálátunk. Mondjuk ott is elég gyenge volt magában az épületben, telefonnal voltam bent egyszer, és ott se volt valami hű, de nagyon vidám a jelerősség, de meglátjuk, hát ha csodákra képes ez a masina. Jó leszek így, tökéletes. Hát kicsit tovább tartott a nap, mint gondoltam. De így is még időben vagyok. 12:30, 23:34. Úgyhogy majd ennyivel később tudok indulni holnap, de viszont ennyivel kevesebb kilométerem maradt holnapra. Azt jelenti, hogy 657 km van Padrózáig. Úgyhogy azt 2-4 órás futamba elvileg le lehet küzdeni. Na, jó éjszakát! Mindenkinek jó reggelt! Február 22-e van. 8 óra 45 perc. Kérhetek valamit? Hogy nem vennél egy másik GPS-t? Lehet az asszonynak, vagy bár mindegy. És hogy esténként nem raknál bennünket egymásra? Laci, épp elég téged hallgatni, nem kell még egy GPS. Főleg nő. És akkor aztán teljes lenne a gyönyör. Ha még egy nő is belebeszélne a vezetésbe. Szóval, pihenőnek vége. Irány a napfényes Espanya. Közben megállok egyet vásárolni, mert jön a hétvége. Borul a kamera. Jön a hétvége is. És hát kell enni innivaló, úgyhogy egy vásárlást majd beiktatok, azt majd megnézem, hogy hol, mert lejelöltem én itt egyet tegnap, de az túl közel van.
és ugye mivel az idő az szorít, nem nagyon jó, nem nagyon lenne az jó, hogyha 2x45 percet kéne állnom. Úgyhogy megnézem, hogy a másik az milyen távolságban van, mert az, amit elsőre most megjelöltem, az 2 órányi vezetéssel elérem. Na most ott elmegyek vásárolni, az lesz egy 3/4 óra, hogy onnan még egy vezetéssel meg nem érek le a spanyol határig, hanem akkor 4 óra után megint meg kell állnom 3/4 órányi vezetés, vagy pihenőre. Vagy szünet, vezetési szünet, azt mondja hivatalosan. És akkor inkább úgy kéne, hogy egy 300 km környékén legyen az a hely, ahova megállok vásárolni, és akkor onnan még egy 4 órás vezetéssel leérek Zsongéráig, és akkor így 3/4 órát megspóroltam, mondjuk úgy. Na, mindjárt megnézem a GPS-t, és akkor meglátjuk. Jártunk erre, ugye? Biztosan van, aki már sokszor látta ezt a vastyúkot, általam vastyúknak nevezett, vagy vaskakasnak nevezett műalkotást. Tehát, ha van, aki még nem látta az eddigi videókban, mindegy, nézzétek, itt van. Ez a vidék valószínűleg a tyúkról nevezetes, hogy azért ide rakták ezt a szép nagy vaskakast, vagy vastyúkot, meg mi az. És az benne a csodálatos, hogy bárhonnan nézzük, ez akkor is egy kakasra hasonlít. Mondjuk ezzel a kamerával még nem mutattam. Ezen az úton sem lesz olyan túl sok látnivaló, úgyhogy valamivel ki kell tölteni azt a időt, hogy legyen egy kis ne egy órás, vagy mit tudom én, 40 perces videó legyen, hanem egy kicsit hosszabb. Úgyhogy ezért most megint egy kis elmélkedésbe bocsátkozok, ugyanis kaptam olyan üzeneteket, hogy ez, amit manapság csinálnak a kamionosok, ez már csak ilyen operett kamionozás,
mert az volt a régi szép idők, amikor elindultunk Teheránból, és akkor nem tudom én milyen 9 oldalas vagy hány oldalas tirkárné is kevés volt, mert újat kellett indítani menet közben, mert mit tudom én, ennyi-annyi határon keresztül, meg stb. Hát igen, az a világ még más volt, meg hogy akkor nem volt Laci se, és Laci nélkül mégis el tudtak menni, meg stb. Stb. Na most azért ezt a kettőt valahogy nem kéne összehasonlítani, vagy legalábbis egy kalap alá venni, ugyanis akkoriban, ahogy én az öregektől hallottam, ugye pont az ilyen vámolások, meg egyéb ügyintézések miatt egy fuvar, egy ilyen Teherán, mit tudom én, Hamburg, vagy tudom is én hova mentek, ez egy olyan 3 hét körülbelül. Most lehet, hogy hülyeséget mondtam, lehet, hogy csak 2, de ugye mindenhol kellett ácsorogni a vámnál, arra várni, hogy majd megcsinálják a papírokat, meg stb. Stb. Hát ezt azért nem kell összevetni, mert ma ugyanez a fuvar, manapság maximum 1 hét alatt meg kell, hogy legyen oldva, de akkor már lehet, hogy sokat mondtam. Úgyhogy annak idején nem volt ez, mint ami most van, hogy ennyire felpörgött a dolog, mert ha elindult, teszem az Budapestről egy német fuvarral, akkor az volt 1-1.5 hét oda, meg ugyanannyi vissza, és akkor már is majdnem 1 hónapot kint volt, akkor otthon el volt megint 1-2 napot, és akkor újra indult tovább a dolog. Úgyhogy meg hogy kíváncsi lenne, hogy a keleti pályán valahol ilyen orosz útvonalat leír, gondolom így több ezer kilométeres ki a tajgába, hogy ott mi lenne. Hát nem tudom, nem szeretnék oda menni, megmondom őszintén. Én szeretem a normális autópályákat, meg a normálisabb közlekedési kultúrát, mert amiket ott az orosz pályáról látok, ilyen videókat a YouTube-on itt-ott, hát az valami szörnyű lehet. Úgyhogy ezt nem kívánom magamnak sem, meg senki másnak, de hogyha véletlenül úgy hozná a sors, hogy már pedig muszáj oda menni valamiért, hát akkor azért valahogy csak megoldanám. Nem tudom, hogy hogyan lehet, hogy 5-ször annyi időbe telne, mint egy ottani rutinos pilótának, de fene tudja, ha agyon nem lőnének útközben, akkor lehet, hogy megcsinálnám, hát ki tudja. De nem kéne egymás munkáját lesajnálni, meg mit tudom én nagyon nagyra becsülöm a régieket is, mert tényleg térképpel, GPS nélkül mentek. Viszont ott nem úgy volt akkoriban, mint itt nálunk most, hogy tudom én, jön valaki teljesen tapasztalat nélkül, fölveszik, elmegy valakivel egy 2-3 hétre, 4 kézbe is utána szevasz, mehetsz egyedül. Hanem akkoriban, ha jól tudom, akkor úgy kezdődött ugye, hogy garázsszolgálat, meg műhely, és akkor ott bent húzta, vonta a szerelvényeket, vitte mosóra, vitte műhelybe, stb. És akkor ott begyakorolta a tolatást, fordulást, stb. Egyebeket. Aztán majd, amikor ott eltöltött egy 2-3 hónapot, akkor esetleg beülhetett valaki mellé, és akkor elmentek egy ilyen, vagy pedig fölült egy autóra, és akkor konvojba lementek, mit tudom én, Teheránba, vagy akárhova, és akkor onnan vissza, úgyhogy aztán ezt megcsinálta 2-3-szor, meg esetleg, ha úgy volt, akkor mentek föl Finnországba, Svédországba, akármerre, és amikor már az illető ismerte ezeket az útvonalakat, na akkor bocsátották útjára egyedül. Úgyhogy ma pedig az van, hogy tessék öcsém, most már járjuk össze-vissza Európát, nem csak ilyen begyakorolt útvonalak vannak, hanem most már uniózás van, ugye, hogy most éppen Németországból megyek Spanyolországba, aztán Spanyolországból a fene tudja, lehet, hogy Olaszország, lehet, hogy Belgium, az is lehet, hogy Anglia lesz, akkor onnan a csoda tudja, hogy hova. Úgyhogy itt már ilyen kóborlások vannak, és egyik nap megrakom az autót, következő nap megyek, harmadik nap lerakodok. Utána visszarakodok, aztán megint megyek egy napot, jó esetben, vagy éppen következő nap már le kell raknom az autót, a rakományt egy másik országba. Úgyhogy ma már úgy felpörgött ez az egész, hogy
ezt nem lehet összehasonlítani a régiekkel. Régiek visszasírják, nagyon hallottam többtől, hogy jó, hát akkor fele ennyit kellett dolgozni, és akkor ezelőtt 20 évvel kerestek annyit, mint amennyit most keresünk. És akkor 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt mégis azért a forintnak egy kicsit komolyabb értéke volt. Úgyhogy nagyon visszasírják azokat a régi időket. De hát ez van, gyerekek, most sajnos így felpörögtek a dolgok. Hála az égnek, nem kell vámolni, mert nekem föláll a szőr a hátamon mindenféle papírmunkától. Megcsinálom, nem arról van szó, mert ha nagyon muszáj, kell menni Svájcba. Azt is lühellem, ha bár a svájci vámolás az egész más, mint egy szerb. De megcsinálom, de akkor is nem szeretem. Lühellem. Úgyhogy biztosan mi operett kamionosok vagyunk most már, de ezt próbálom megmutatni a videókkal, hogy manapság így működnek a dolgok. Legalábbis én így csinálom, aztán lehet, biztos lehet ennél jobban is csinálni, de tőlem ennyire fussa. Aztán kész. Hát amikor kezdtem nemzetközi, hát nemzetközi, Szlovákiába jártam ki kis autóval egy cégtől, egy 3,5 tonnás kis autóval, Samsung árukat terítette, és az első alkalom, ezt sose fogom elfelejteni, ja nem is, az megelőző alkalom volt, hogy egy kollégával mentünk ki, akinek volt GPS-e, hát akkoriban még nem volt így ennyiért GPS, mint mostanában, hogy már tényleg pár ezer forintokért meg lehet venni, hanem akkor még nem volt olyan teljesen hétköznapi elterjedt dolog, de a Lacinak már volt GPS-e, úgyhogy mentünk szépen, mentem vele egy ilyen próba útra, hogy mégis hogy néznek ki a dolgok, és tényleg a GPS mondta, hogy jobbra menj, balra menj, erre menj, uff, és ott voltunk a címnél, leadtuk az árut, mentünk tovább. Hát mondom, jó, másnap mentem egyedül, reggel 4 órakor indultam otthonról, elmentem rakodni Fótra, a Fótról körülbelül 7 óra körül indultam el. Nekem ugye nem volt GPS-em, hanem egy szlovák térképet fogtam, és azzal mentem szépen. Hát megtaláltam én minden települést, minden várost, nem volt az a probléma, nem tévedtem én el sehol. Csak hát a városon belül találj meg egy üzletet, egy megadott címen. Úgyhogy mentem benzinkúttól benzinkútig, bolttól boltig, kérdezősködtem mindenhol, aztán végül is oda találtam mindenhova, de este 11 óra volt, mire hazaértem, leraktam azt a 5 helyen az árut, és este 11-kor értem haza, reggel 4-kor indultam, hát mondom, úristen, és másnap reggel, vagyis ez pénteki nap volt, úgyhogy jött a hétvége, szerencsére nem kellett másnap reggel újra, de többnyire 4 órakor kellett indulni otthonról, hogy 5-re ott legyek a raktárba rakodni. Na és akkor én azt mondtam, hogy nem érdekel, kerül, amibe kerül, veszek egy GPS-t, úgyhogy akkor 85 ezer forintért vettem egy GPS-t Kelet-Európa térképpel, akkor még nem volt hozzá Nyugat-Európa, hanem amikor elkezdtem a kamionozást, akkor újabb 15 ezer forintért vettem hozzá egy Nyugat-Európa térképkártyát, úgyhogy így lett kibővítve. De, és érdekes módon GPS-szel hétfőn ugyanígy Szlovákiából, ugyanígy körülbelül 5-6 helyre kellett mennem, délután 5 órakor már otthon voltam, nem este 11-kor. Úgyhogy ennyi a különbség. Elmegyek én térképpel is bárhova, csak legyen idő megtalálni a céget. És manapság már erre nincs idő. Ma már nincs idő arra, hogy én egy településen belül 8 helyen megkérdezzem, hogy ugyan nézzétek már meg. És volt olyan, például Spanyolországban is, meg akkor Szlovákiában is, hogy ott voltam 300 méterre a lerakó helytől, és nem tudták megmondani, hogy hol van. Úgyhogy nem lehet összehasonlítani a kettőt. Na, egész más volt az, akkor még volt idő, nem voltak ennyire behatárolva a lerakási időpontok, hogy már pedig most, mit tudom én, szerda 16 óra, és akkor
vannak olyan lerakó helyek, főleg Angliába, ahova korábban se nagyon lehet oda menni, de aztán késni meg aztán végképp nem lehet, mert ott book idő van, booking time van, és akkor muszáj ott lenni. Mert ha nem vagy ott, akkor már kész, azt mondják, hogy jó, álljál félre, aztán majd, ha lesz időnk, akkor lesz együtt. Úgyhogy, és akkor nem beszélve arról, hogy itthonról, a cégtől mi mindent kap az ember a fejére, hogy miért késett el. És ugye annak idején nem voltak ezek a kommunikációs kütyük, mint ami most is benne van, hanem megcsinálta a fuvart, akkor, mit tudom én, keresett egy telefont, vagy egy telexgépet, vagy akármit, ott is akkor onnan haza üzent, hogy na, kész vagyok, le van rakva az autó, és akkor ott szépen várakozó álláspontra helyezkedett, hogy majd egyszer csak felhívják, vagy küldenek egy telexet, hogy hova kell menni rakodni. De nem volt ez a idegbeteg kapkodás, mint most van, hanem akkor úgy azért kényelmesebben mentek a dolgok. Na, ezért is írják vissza legalábbis. Akikkel eddig beszéltem, ilyen öreg rókák, azok azt mondják, hogy azért az egész más világ volt, és az volt ám az igazi kamionozás. Ez már nem az, ez már csak nem is tudom, minek mondták, mit mondtak róla, hogy ez már nem az. Na jó van, ennyi elég volt az elmélkedésből. Hát ezek a franciák is meg vannak kergülve. Na nézd meg, szombat délelőtt van 9:30, három sávos autópálya és tele van. A három sáv, folyamatosan mennek az autók három sávba, előttem, mögöttem. Hát nem tudom. Na, hát én, ha otthon vagyok, szombaton 9:30-kor még próbálom kitörölni a csipát a szememből, vagy nem tudom, még akkor ébredezek, vagy ha már fölébredtem, akkor kávézgatok otthon, vagy ezeknek közlekednek. Hát hihetetlen. Na, Angliában ugyanez megy, angolok is ugyanezt csinálják, sőt, Németországban meg még a Staut is csinálják mellé, úgyhogy az meg külön jó. Hát remélem, hogy itt franciák, ezek nem gyártanak nekem semmiféle Staut, pedig nagyon nem is vagyunk közel semmi nagyvároshoz. Hát remélem, hogy Lyonban nem lesz gond. Mondjuk elég sokat látok így ilyen tetőbokszal, gondolom mennek síelni valahova föl az Alpokba. Lehet, sőt, biztos, hogy ott van hó. Lehet síelni, de hát ezt a forgalmat, ami itt van, ez valami félelmetes. Itt van, de végig tele három sáv, és egymásba érnek az autók, ez hihetetlen. De hétköznap, ha mennek munkába, akkor azt mondom, rendben van, oké. Tehát szombaton, ahelyett, hogy otthon nézné a tévét, asszony főzné a hétvégi kaját, vagy éppen lógatnák a lábukat, vagy mit tudom én, közlekednek. Hihetetlen. Ja. Hát kérem, közelítünk a 42-es és 39-es autópálya kereszteződéséhez, amiből aztán lesz 40-es és 42-es autópálya. Az egyik az megy föl az Alpokba, a másik a 42-es meg megy... Nem kapok, csak kérdezem, ez az egyet felé. Amikor így... Na hát itt ugyebár el kéne dönteni, szevasz kollega, bocsánat. El kéne már időbe dönteni, hogy ki merre felé szeretne menni. És én nekem majd egyszer ráérek én besorolni, beljebb kell menni. Aha. Hát igen, itt van egy 2,5-3 kilométeres torlódás, pont emiatt.
ugyebár az előbbit elmélkedtem, hogy ezek miért nem otthon vannak ilyenkor, kávét főznek, stb. Hát aztán rájöttem, hogy lehet, hogy még kávéfőzőjük sincs otthon, ugyanis eljön, megáll a benzinkútnál, 600 forintért megissza a kávéját, ugye, mert 2 eurós kávékat mérnek itt a benzinkutak presszójába. Jó, az automatából 1,20-ért, 1,40-ért meg lehet már venni a kávét, és aztán tudom én, 2000 forintért még megveszi mellé azt a szendvicset, meg nem tudom én mit, és aztán megy tovább. Akkor elmennek oda, ugye, föl az Alpokba, ott kivesznek egy szobát hétvégére, nem tudom én mennyi, 30 euró körülben per éjszaka, valahogy így, mondjuk durván 10 ezer, két éjszakára 20 ezer, meg akkor, ha megéheznek, bemennek az étterembe, újabb 20-30 ezer forintért, és ők megtehetik, van rá pénzük, elérhető, plusz kifizeti az üzemanyagot, kifizeti az autópályadíjat, stb. Úgyhogy ez a mi pénztárcánknak, magyar pénztárcának túl sok. Meg arra lennék kíváncsi, hogy ahova ezek mennek síelni, ott mi lehet? Hogy hova a búbánatban tudnak ennyi autót leparkolni? Mert hát ott fönt a hegyekben nem arról híres ott a környék, hogy ilyen, mit tudom én, több ezer négyzetméteres parkolók lennének. Hát nem tudom, biztos, hogy ott is van valami jóképű káosz. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek, bizony. Na ez az, amikor itt a, most jut eszébe, hogy ő a belső sávból, a legbelsőből mégis ki akar menni jobbra. És ettől van a torlódás, mert a gyökér nem tud besorolni, ugye már az álló kocsisorba. Hanem meg kell állnia, és ezzel föltartja ezt a haladó sort is. Csak nehogy ennek meg most jusson eszébe, hogy ő mégiscsak ki akar menni. Pedig van rá esély, mert eléggé lassan halad. Van rá esély, hogy majd ő ott elől akar besorolni, de nem. Most már gyorsít, úgyhogy itt már nem fog bemenni. Na, ezt szerencsésen megúsztam. Ez milyen autó? Hát ezek mind mennek föl a hegyekbe síelni. Ott vannak tetőboxok, tetőcsomagtartó, síléc, hódeszka, minden. Na hát sok sikert hozzá, fiúk! Reméljük, hogy gipszelés nélkül megúszszák a hétvégét. Lyoni ringen vagyunk, és hát itt szerencsére ilyen a forgalom. Haladunk, parkolj le szépen, csináld, amiért idejöttünk, és utána haladjunk. Na itt megadtam Lacinak egy köztes pontot, mert ő ugye következetesen keresztül akar vinni a városon mindig. Gratulálok! Az első célpontot helyesen meglőtti, de most mit csinálsz? Mit csinálok? Magyarázom a hülyeségedet, Laci. Ugyanis nem tudom mióta, de teherautó ki van tiltva a városból. Már gondolom én elég régóta, mert én nem tudom, 5 éve mászkálok errefelé, olykor-olykor, és azóta ki vagyunk tiltva, az biztos. És Laci még a mai napig is a városon keresztül akar vinni. Úgyhogy ezért itt a ringen meg kell adni neki egy köztes pontot, és akkor majd megtervezi erre az útvonalat. A forgalom az szerencsére nyugodt, tudunk haladni, minden a legnagyobb rendben. Balogh Zoli kollégám és barátom, talán nem haragszik meg érte, hogyha azt mondom, hogy barátom is egyben, már ott van Padrózánál,
szerintem már tegnap este ott volt, ugyanis küldtem neki SMS-t. Tegnap ő küldött nekem SMS-t, hogy merre lesz a hétvége, ő Padrozzába lesz. Már válaszoltam neki, hogy hát várhatóan én is leérek ma odáig, ha minden jól megy. Hát aztán úgy alakult, hogy tényleg, ha minden jól megy, akkor odaérek, úgyhogy írtam neki egy SMS-t, hogy ha minden oké, akkor este 8-kor, 8 óra körül érkezek, úgyhogy addigra hűtse be a sört. Erre ő válaszolt, hogy este 8-kor, ő már tegnap este behűtötte a sört, mert számított rá, hogy megyek, úgyhogy találkozni fogunk rég nem látott barátommal, Balogh Zolival. Remélem, hogy nem jön közbe semmi, és odaérek estig a vezetési időm. Csak nem fog elfogyni. Eddig simán megy a dolog, úgyhogy várhatóan így is marad, remélem. És kérem tisztelettel, most fogunk a Lyoni Ringről, azaz A46-os autópályáról rátérni az A7-esre. Érdemes balra tartani. Marseille, Valence, Vienne. Az van kiírva. Fuvarba, vagyis ezelőtt kettővel a magyar-francia fuvarba itt a jobb oldalon kellett menni Clermont-Ferrand irányába. Spanyolország irányába megyünk. Süti a nap a szélvédőt, a szélvédő meg tiszta pötty. És aztán majd azt hiszi valaki, hogy szutykos a lencse. Pedig nem is. És itt már megint csak autópályán vagyunk, úgyhogy megyünk. Látszik, hogy egyre délebbre megyünk. Az út menti gyümölcsösökbe már beindult a virágzás. Na, ez a csávó az előbb megelőzött engem, ha jól sejtem. De hogy minek, azt még ő se tudja szerintem. Ugye, hogy jön-e itt még esetleg valami kis havazás, vagy fagy, vagy egyéb. Hát még ugye bár február 22-e van. És a gyümölcsfák azok, mint látható, már nagy erőkkel nekikezdtek a virágzásnak. Na hát én azt kívánom, hogy most már ne jöjjön különösebben fagy. Hát itt ezen az autópályán már azért gyérebb a forgalom. Hagyjuk el az autópályáról, mert hányni fogok. Na hát ettől függetlenül itt most... itt most le kell menni a pályáról. Ugyanis... De tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön!
ugyanis 20 kilométerrel odébb van a hely, ahol szoktam bevásárolni. Én nem benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. És most oda elmegyünk, de ahhoz itt le kell menni az autópályában. Tök jó ez az új kamera. Tudom távirányítani a telefonról, és... ki tudom kapcsolni, be tudom kapcsolni. Na, fölnyílik a sorompó? Na, csak észrevette, hogy itt vagyok. Mi lenne, hogyha bemennék a körforgalomba, aztán kijönnék a hármason? Tudok vele ilyet csinálni, egy érintéssel. De mi lenne, ha bemennénk a körforgalomba, mert hát ugye ez van előttünk, a harmadik kijáratra. És aztán ugyanezt majd vissza is tudom csinálni, már is, kimentünk a körforgalomból. De ki még a harmadik kijáraton? Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alapotát. És visszacsináltam. Egy-két érintéssel. Mondjuk felvétel közben ugyanezt nem tudom megtenni, azt nem engedi. Úgyhogy ahhoz meg kell állítani a felvételt. Fejreállítom a képet, és akkor ha vissza akarom csinálni, akkor újra megállítom a felvételt. És úgy tudom visszaállítani a képet. Akkor elvileg vissza tudnám nézni, sőt, hát az élő képet kéne, hogy mutassa itt a telefon, csak nem tudom, valami kodek hiányzik, vagy mi van, de nem adja a képet, és le tudnám játszani a kártyáról a felvételt, vissza tudnám nézni, de úgy szintén nem tudom visszanézni, mert azt írja, hogy a felvételt nem tudja lejátszani, vagy nem lejátszható, vagy valami ilyesmit ír. Úgyhogy lehet, hogy valami kodeket kéne letölteni a telefonra, hát majd megnézem most itt a padrózába, hogy hát ha van valaki ilyen telefonguru, aki ért ezekhez a dolgokhoz jobban, és akkor megkérem, hogy próbáljon meg csinálni vele valamit, de nagyon nagyszerű ez a dolog így, de nem kell nekem nyúkálni össze-vissza, hanem innen tudom irányítani a készüléket. És a körforgalom. Ez jön most, de jó. Egy körforgalom, hát én szeretem. Már az alakja miatt is. Tudják, mire emlékeztet, mindegy. A második járat, ez jó. Ismét fejre állt a körforgalom. Számolja. Egy, kettő, és ott ki. Itt a kettőnél kimegyünk. Tudod mi? Most egy picit hallgatok, és akkor utána még majd domálok. És már is talpra állt a dolog. Na hát itt autópályán kívül megyünk vagy 20 kilométert. És aztán ott lesz a bevásárlóhely, ahol feltöltöm a készleteket, hogy hétvégén azért minden rendben legyen enni, innivaló. Rákcsálnivalóm is elfogyott már megint. Menet közben állandóan valamit eszegetek. Na úgyhogy ezeket pótolni kell. Na most megyünk egy körforgalomba normálisan is. Mondjuk Laci ezt nem tudja. Ez ő neki még új. Ezt nem ismeri, hogy itt körforgalom van. Ezért nem is szól egy szót se. Ezt gondolom nem oly régen építették ide. Ismét jön egy körforgalom.
Laci, te biztos jó felé akarsz vinni engem? Ha ez Nagy-Britannia, akkor megszoktuk. Ja. Azt mondja, hogy a második kijáraton kell kimenni. De a harmadikon, bocsánat. Nézem, hogy igen, jó felé. Menjünk még egy kört, harmadik. Jó felé visz. Legalábbis remélem, hogy nem hülyít meg. Láttad tegnap Dr. House-t? Már nagyon régen jártam erre, úgyhogy... Igen, jó, az jó felé megyünk. Jó van, oké. Okay. Itt megint egy olyan helyre érkezünk, ahol körforgalom van, de Laci ezt nem tudja. Na, milyen hangzik az, hogy enyhe hány inger, így hallom legtöbbször, enyhe jobbra megyünk. Forgalom és az első kijáraton menjünk is kifelé. Menjünk enyhén jobbra. De ügyes volt. Indexelt balra és kiment jobbra a körforgalomból. Mi ez a szar zene, amit hallgatsz egyébként? Laci, rossz a füled? Nem hallgatok zenét most. Ilyenkor szándékosan nincs bekapcsolva a rádió, ugyanis ha valami zene szól a felvétel alatt, akkor ugye az szerzői jogokat sért, vagy sérthet, mert ugye annak megvan a gazdája, a tulajdonosa, akinek az engedélyével lehetne csak felhasználni a zenét. És így a YouTube bizonyos országokban letiltja a hangot, sőt, lehet, hogy az egész videót, azt nem tudom, de hogy a hangot biztos, az tuti. És így hát szinte az egész világon letiltja, úgyhogy nem csak bizonyos helyeken. Úgyhogy így inkább a rádiót nem kapcsolom be. Vagyis hát ilyenkor elhallgathatom a rádiót. Jön egy körforgalom, mindjárt mondja Laci. De nem jön a körforgalom, hanem mi megyünk a körforgalomba. Hát itt már megmetszették a szőlőt. Még gyönyörűen süt a nap. De azért az nagyon nagy meleg nincs, 13 fok van. A második kijárat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alatt. Na, a második kijáraton, csúgy! Csúgy, igen. Kisuttyanunk a második kijáraton. És a változatosság kedvéért ismét egy körforgalom következik. És utána nem sokára megérkezünk. De nem, lesz még körforgalom. Második kijárat lesz, Bobby, a körforgalomban. Második kijáraton futunk kifelé. Vártam már, Laci.
legyen egy körforgalom. Na mindjárt itt lesz az a hely, amit beállítottam. Majd a harmadik kijáratra vigyázz nagyon. Hát, fiam! Azt, hoppá, akkor elköptem, utána balra. Nem van senki, úgyhogy megyünk. És akkor ez az első, az a második. Utána menjél a harmadik kijáratra. És utána balra! Egy ilyen kis jelentéktelen kis utcába bemegyünk. Balra. Mert ott van szembe az áruház, a főútnak a túloldalán. Mert mikor először jártam itt, hát én bekeveredtem oda a parkolóba. Nem volt kitéve tiltó tábla. Második utcán minden jobbra fordul. Még te is. Aztán jobbra megyünk. Úgyhogy én nagy vidáman bementem. Hát, nem kellett volna. Mert milliméterek voltak az autó, meg a autók, parkolóautók, meg a kamion között. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, mire kijöttem. És aztán utána szúrtam ki, hogy itt szembe lévő oldalon, itt az üzletek mellett van egy kellőképpen nagy plac. Jaj, ahova én félre tudok állni. De szépen visszatolatunk. És itt leparkolok. Azt itt van szembe egy kis aluljáró. Igaz, hogy az nem gyalogos aluljáró, hanem közút ide, ott szépen átsétálok. És bevásárolom, amit be kell vásárolni. És utána megyünk tovább. A most következő felvételt fogalmam nincs, hogy hogy sikerült összehozni, de hát már később visszacsináltam, mármint a kamerát visszaállítottam valahogy, de ez van. Na, vásárlás megvolt. Úgyhogy most áthelyeztem a kamerát egy más állásba. Hát remélem, hogy így jó lesz. Mert az a tegnapi kameraállást visszanéztem én a gépen, és az még mindig nem volt tökéletes. A fejem kitakarja a tükröt sokszor. Nem volt 100%. Majd meglátjuk, hogy most ez így hogy fog szuperálni. Remélem jó lesz. Megvárjuk, még ez az autó innen elmegy. Van még 328 km, és 14 óra 15 perc van. Laci még nem vette észre, hogy megérintettük a köztes pontot. Biztosan vissza akar vinni. Na nézzük csak. Jön-e itt valaki? Jön, de elég messze áll az égnek. Jó, jobb hátulja is eljött. Oké. Okay. És a többiek milyen rendesek, belassítottak, hogy be tudják jönni? Szerintem ez egy körforgalom. Már ami jön. Az első kijáratok kell, aki vette mindegy, szóval hogy körforgalom. Laci örül, akkor jó. Lesz nekünk egy ilyen körforgalom prékopszunk, hogy hát bemegyünk, de az első kijáraton rögtön el is. Remélem nem jön senki, ez a tükör akkora helyet kitakar, hogy az első kijáraton kéne kihajtani.
nagyon oda kell figyelni, mert volt olyan, hogy kis híján neki mentem valakinek így körforgalomban, mert... Körforgalom lesz, szerintem. Pont olyan sebességgel jött, hogy ahogy én is mentem, folyamatosan a tükör takarásába volt az autó, és én néztem, de nem láttam semmit. Hanem amikor már mentem volna be a körforgalomba, akkor bukkant ki itt a tükör mögül. Na, úristen, hogy került ez ide? Hát tükör teljesen kitakarta az autót. És tudok én ilyet csinálni. Meg tudom fordítani fejre a képet. Hogy tetszik? Remélem nem szédül senki. Na jó, visszacsinálom. Na így már jobb, gondolom. És akkor tudok olyat is csinálni, hogy van itt egy ilyen, de kapcsolt, nem kapcsolt be. Na, ha nem. Lehet, hogy felvétel közben ezt se lehet kapcsolgatni? Nem, bizony. A második járat új jel. Na, merre mentek gyerekek? Ja. Na, a második járaton csak. De ez meg egy olyan beállítás, ahol azt írja, hogyha a sötét helyről csinálok felvételt a világosabb helyre, na akkor ezzel a beállítással kell. Ez most... Ez most pont ilyen. Na majd kíváncsi leszek, hogy lesz-e különbség. De most visszakapcsolom. Lóli, ezt ad el a körforgalom. Ha, a második járat új jel. És most kikapcsoltam ezt a beállítást, hogy sötét helyről világos helyre. Na most a második kijárat, az a jó. Majd alkalomattán, mármint ma este, ha megállok, akkor ezt is megnézem, hogy van, mert hát köszönöm szépen, hogy írjátok itt az észrevételeket, vagyis hát igen, ezek már két héttel ezelőtti videók, amik most de kerültek ki. És azokról jönnek az észrevételek, hogy ez a klutyogó hang sajnos az azért volt, mert mozgott ugye a kamera, azt most már megoldottam. Akkor, hogy az ágyra tegyem a kamerát, a másik azt mondja, hogy tegyem ki az ablakba, mert úgy neki sokkal jobb. Hát most én megpróbálom váltogatni a kameraállást egyszer ide, egyszer oda. Amelyben sok kiárat lesz, de nekünk csak a kettes kiárat fog megfelelni. És így talán valamilyen szinten... Látod a második kiáratot? Azon hajts ki. Mindenkinek meg lesz a kívánsága. De még mindig kísérletezgetek itt a kamera beállításokkal, hogy lenne a legjobb. Az is lehet, hogy most semmi nem látszik a tükrökből, majd kiderül, mert most egy picit előrébb a szélvédő felé van, egy pár centivel előrébb van a kamera, meg ahogy látom, eléggé remeg. Úgyhogy lehet, hogy ez az állás, ez nem lesz jó. Lesz nekünk egy ilyen körforgalom rékoxunk, hogy hát bemegyünk, de az első kijáraton rögtön el is. Ó, de ügyes fiú! Számolod a kijáratokat, 4, 5, 6, 7, első kijárat. Na most, ha valaki csak ide jön, mint ahogy itt a kollégák is itt félreálltak, akkor arra beljebb nem messze van egy valami kerfú, vagy nem is tudom. Na ez milyen ez a T betűs, ezt megkóstolom. Tartsuk arra, az jó. Hát ha nem kell megállni.
de meg kell állni. Na, így megvolt, ajtó, vagy sorompó, sorompó nyílik. Ja. Átkapcsoltam olyan beállításba, ami ugye a sötét helyről a világosabb helyre történő felvételt állítja. De majd kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz más. Kétszerkerül beszélget. Képzel, idén a karácsony pont pénteki napra esik. De remélem nem 13-ára. És hát az a helyzet, hogy itt Franciaországban sem kell nagyon kitömni a bevásárló kocsit ahhoz, hogy 10.000 forintot ott hagyjon az ember. Úgyhogy két szatyorba elhoztam a holmit, és hát a mai euró árfolyammal valami 9.300-400 forintot fizettem. Végre tudtam venni szotyit, de most, hogy jöttem otthonról, nem mentem vásárolni, mert igyekeztem reggel, hogy minél előbb tudjak jönni, és aztán csak egy zacsi szotyim volt. Ugye, és azt mondtam, hogy valami rákcsálni való, az mindig kell, hogy legyen itt a kezem ügyébe, ez úgy ébren tart. És németeknél nincs. Ha van is, akkor az ilyen hántolt napraforgó. Így le van vetköztetve, hát azt meg én nem szeretem, abban nincs semmi pláne, hogy az ember tolja be a fejébe. És itt lehet kapni, itt tudtam venni, de hát ez szerintem meg olyan sós, mint a bűn, nem is tudom. Hát igen, vastagon van a héján a só, de mondjuk jobb, mint a semmi. Na hát, majd bekapcsolódok újra, hogyha lesz valami érdekesebb mutatvány. Na most itt már csak megyünk az autópályán. Hát levettem most a kamerát onnan föntről, mert ez az egyik kedvencem. Szembe ez a sziklafal, és a tetején az a vár. Csak eddig szinte bármikor jöttem errefelé, mindig szemből sütött a nap, és nem tudtam normális felvételt csinálni. Hát ez félelmetes. Ezt a várat innen megostromolni, hát az szerintem esélytelen. Bárkinek jutna eszébe, azt felejtse is el, mert innen legalábbis abban az időben, amikor ez itt védelmi célokat szolgált, akkor ez innen bevehetetlen volt, gondolom én. Úgyhogy szenzációs. Nekem nagyon tetszik. Elágazik az autópálya. Vagyis hát megérkeztünk a 7-es és 9-es autópálya kereszteződéshez. A 7-es az megy itt tovább egyenesen Marseille felé, és onnan egy másik autópályán lehet Nisa felé menni. Mi pedig átmegyünk a 9-es autópályára.
Montpellier, Barcelona irányába. És ezen a 9-es számú pályán megyünk most már végig. Egészen La Jonquera-ig. Ott egy röpke tankolás erejéig lemegyünk a pályáról, utána vissza. És Figueres mellett a Padroza nevű cégnek a parkolójába beállok hétvégére. Hát hétvégére, vasárnapra. Mert mire odaérek, a szombatnak már majdnem vége. Zolival beszélgetünk egy kicsit, üdvözöljük egymást. Aztán utána még lehet, hogy tudom én, fölnézek a Facebookra, vagy valamit csinálok, egerészek az interneten. De igen, még a kérdésekre kell, vagy kérdésekre, üzenetekre kell válaszolni, mert az úgy félbe maradt. És azóta biztos, hogy jött is még hozzá, mert a 66 üzenetet sikerült lecsökkenteni 30-ra. Aztán most meg ezt a 30-at kéne folytatni, de gondolom ez megint fölment a számuk valamelyest. Na mindegy, hát majd egyszer csak a végére érek. Hát az a baj, hogy hiába érek a végére, hogyha egy hétig vagy akár meddig nincs internet elérés, vagy éppen ha olyan van, hogy van, de nem érek rá, mert a családdal beszélek, stb. Akkor meg csak gyűlnek az üzenetek, azt a végén, amikor már ugye a fejem fölött összecsapnak a hullámoknak, akkor nekiállok, azt nem mondom, erőt veszek magamon, és akkor éjszakában nyúlóan, amíg a szemem bírja, addig nyomom. Csak hát válaszolok egy üzenetre, nem tudom, valaki kérdezett valamit, vagy csak éppen azt írta, hogy tetszenek a videók, vagy valamit, akkor válaszolok neki, hogy köszönöm szépen, üdv Zoli, és akkor ő nem éri be ennyivel, hanem újból válaszol nekem, és megkérdezi, hogy most éppen hol vagyok, vagy mit tudom én, bármi, valamit ír. Na most arra már nem biztos, hogy fogok válaszolni, mert most éppen hol vagyok. Hát miért olyan fontos ez, hogy most éppen hol vagyok? Fuvarba, valahol Európába, nem tudom én, akárhol, mert ha most én erre is válaszolok, akkor ő is viszont válaszol, és akkor így soha nem lesz vége, és egyszerűen nem jutok a végére, mert ez nem csak egy üzenetről van szó, hanem ez úgy sorozatban jönnek az ilyen dolgok, és sose lesz vége. Na. Én igyekszem mindenkinek válaszolni, ahogy az időm engedi, de ilyenek is jönnek, hogy hello. Ezt, ha jól tudom, úgy hívják, hogy rám ír valaki. Hát mondtam már korábban is, hogy ilyenkor, ha fönt vagyok a Facebookon, akkor az nem azt jelenti, hogy unatkozok, azért vagyok fönt, hanem hogy ezeket a dolgokat megpróbáljam elintézni, meg esetleg, ha tudom én, látok valami olyat, amihez hozzá tudok szólni, vagy éppen van olyan fotóm, amit szeretnék megosztani a többiekkel, vagy van valami olyan, ami érdekeset láttam, és én továbbosztom, akkor azt megteszem. De egyébként sem szeretek írkálni. Azért is csinálom a videókat. Gradi Laci az naplót ír. Ő szeret írni, meg is tudja csinálni kiválóan. Én nem szeretek írni. Ha lehet, igyekszem minél rövidebbre, tömörebbre fogni a dolgot. Nem vagyok egy olyan írogatós fajta, úgyhogy ezért csinálom a videókat, ezért inkább mondom a magamét. Úgyhogy az a kérésem, hogy ha valakinek nincs valami nagyon fontos, lényeges kérdése, mondandója, akkor nem tudom, akkor valahogy hanyagolja az ilyen üzeneteket, legyen kedves, hogy hello. Mondjuk jó, egy teljesen egyszerű, nem válaszolok rá, és ennyi. De akkor ne sértődjön meg, mert van olyan is, hogy utána meg egy nap múlva meg küld 3 felkiáltó jelet, hogy na, gondolom ez azt jelenti, hogy na mi van, gyökér, miért nem válaszoltál, vagy miért nem reagáltál az én üzenetemre, ha már itt voltál a Facebookon,
Hát azért. Azért, mert volt másik 18 olyan üzenet, ami viszont lényegesebb dolgot tartalmazott, az illetőnek kérdése volt, mit tudom én, munkával, egyébbel kapcsolatban, és arra viszont válaszolok. Az, hogy mi újság a Waberersnél, az kiderül a videóimból, úgyhogy arra megint csak nem nagyon fogok válaszolni. Most már ezeket az üzeneteket úgy hanyagolom meg, hogy hogy mennek a dolgok, stb. Úgyhogy ezeket az üzeneteket tényleg félreteszem, vagy törlöm, vagy nem tudom, mit csinálok vele. Aztán ennyi. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy ilyenkor ne haragudjon meg rám, millió dolgom van azon kívül, úgyhogy nagyon sajnálom. Na, ömlengésből ennyi, megint elég volt. Na most érkezünk. Nimesnek írja, mondjuk már korábbi videókban mondtam, nem tudom, Nimes, vagy minek mondja, francia. Lényeg az, hogy magyarul Nimes városához érkeztünk. Itt találkozik az 54-es és a 9-es autópálya. Ugye az 54-es az, amin akkor kell jönni, hogyha Olaszország felől jön az ember, mondjuk otthonról, jövünk Spanyolországba, akkor ugye otthonról úgy kell jönni, hogy Szlovénia, Olaszország, és aztán mi a neve? Na, olasz-francia határt akartam hirtelen mondani. Ventimiglia. Ventimigliánál át Franciaországba, és akkor úgy jövünk, azt végül is az 54-esen érkezünk ide a 9-esre, és ezen kell tovább menni egészen Barcelonáig, vagy ha még tovább kell menni, akkor még tovább megy az ember. Mondjuk Spanyolországba, ha jól tudom, akkor AP4-es, talán, azt hiszem AP4-es, autópista 4-es lesz belőle. Na hát, mit látható, itt is vadul virágzik minden. Itt már beköszöntött a tavasz. Virágba borultak a fák. Reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. Na hát ez a... Itt áll az útszélén az autó. Ami nem jó jel, mert azt mutatja, hogy itt torlódás van. És igen. Na. Ez egy cseppet sem hiányzott. Hát nem tudom, majd meglátjuk, mi történt. Remélem, nincs semmi komoly. Remélem, semmi komoly. Mondjuk közelítünk Montpellier városához. Lehet, hogy sokan ott lehajtanak, felhajtanak, csoda tudja. Aztán az is lehet, hogy valami baleset történt. Hát remélem, hogy nem. Ez a telefon meg nem mindig akarja tudomásul venni, hogy én hozzányúltam. Lehet, hogy nagyon száraz a bőröm, vagy nem tudom. Van úgy, hogy kétszer-háromszor is oda kell nyúkálnom, hogy ő észrevegye, hogy én mit szeretnék. De mondjuk ez már kezdetektől fogva így van. Na jó, hát majd ha tudok valami újat, akkor jelentkezem újra. Hát ha jól értelmeztem, az előbb itt az autópálya fölött volt egy kiírás, ami szerintem azt jelentette, hogy 4 km és vége a torlódásnak. És itt a GPS-en
úgy látom, hogy az körülbelül ott keresztezi az N113-as keresztezi az autópályát, és elképzelhető, hogy ott a lefelhajtó miatt alakult ki ez a torlódás. Mert ha baleset történt volna, akkor kiírták volna, hogy baleset történt. De nem. Korábban már írt valamit, csak azt én félreértelmeztem, hogy valami 27-es kijáró és torlódás 4 km. Most én azt úgy értelmeztem, hogy az a 27-es kijáró onnantól számítva 4 km múlva lesz. Azt csodálkoztam is, hogy nem volt semmi torlódás. De akkor ezek szerint lehet, hogy ez lesz a 27-es kijáró, és itt van 4 km-es torlódás. Úgyhogy valószínű ez lehetett ott kiírva. Na hát tötyögünk szépen. Megvan a torlódás oka. Útépítés van, és egy sáv. Méghozzá a mi sávunk. Ott látható a táblán. El fog fogyni. És ez olyan komoly kihívást jelent a közlekedőknek, hogy itt most egy sávval beljebb kell sorolni, hogy ezért van 4 kilométernyi torlódás. Ez még tiszta szerencse, mert a németeknél ugyanezért 20 km szokott lenni. Úgyhogy itt még egész jól közlekednek a gyerekek. De innen már csak 600 km. És hát itt látható néhány kollega a leállósába, akinek a vezetési idő problémája van. Pedig megjelentek a lovasok. Három szőke, fehér lovon. Egy nő, a szőke. Itt kezdődik a Kimit Tun. Ki hogyan tud besorolni. Aha, ott már jönnek a bólyák. Vagyis hát a bólyák nem jönnek, azok ott vannak, csak mi közelítünk a bólyákhoz. Nézzük csak hát, ha belendülnek a fiúk. És belendülnek, és itt belül hagynak is nekem annyi helyet, hogy beférjek, óriási. És most ott miért a féket nyomják? Ezt mondja meg nekem valaki. Megköszönöm, hogy beengedett. Ott nyomják a féket, de minek? Nem értem. Na. Még egy sáv el fog fogyni, vagy mi a búbánat van? Ezért nem megyünk sehova. Nem tudom. Na mindegy, majd meglátjuk. Hát nem tudom. Rejtély. Számomra rejtély, hogy miért is nem megyünk. Meg az is rejtély, hogy miért is van ez itt elbójázva. Mert
mert eddig én még semmit nem láttam, hogy bármit csináltak volna a bólyák mögött. Úgy látom, itt a helyi vagányok fittyet hányva a bólyákra bújnak ki, akik mennek a lehajtón, mondjuk nagyon helyesen teszik. Na, neked is most jutott eszedbe, hogy te is ki akarsz menni? De ügyes gyerek vagy! És gondolom, itt továbbra meg a felhajtó miatt nem tudunk haladni, mert biztos vagyok benne, hogy ott is el van bólyázva. És ugye ott a felhajtó autók jönnek be a mi sávunkba. Gyönyörű. És van egy olyan érzésem, hogy itt az autópálya fenntartó nem csinál semmit. Valamit csinálhattak, gondolom. Aztán itt hagyták a bólyákat, hogy majd lehet, hogy hétfőn folytatják, és akkor nem kell újra kibólyázni. Az angoloknál ilyenkor azt szokták csinálni, hogy megy egy ember, vagy kettő, és akkor a bólyákat kilögdösik az út szélére, amikor nem csinálnak semmit. És aztán majd, amikor újra oda jönnek, hogy na, megint kezdünk valamit csinálni, akkor szépen visszalögdösik, és akkor így lezárják újra azt a szélső sávot. Na hát úgy látom, franciáiknál ez nem szokás. Több probléma nem lesz út közben, akkor minden rendben lesz. És remélem, hogy nem lesz. Igen, úgy van körülbelül, ahogy gondoltam, hogy itt a felhajtó miatt van a tömörülés, mert ugye itt robognak, nyomulnak, mennek előre. Akik az én sávomba jönnek, ők meg nem hagynak helyet. Vagy ha hagynak is, mint ahogy én tettem, hogy hagytam vagy 5 autónyi helyet, oda 8 autó akar bejönni, vagy 10, vagy 15, most még nem tudom, mert nincs vége. Mert jönnek itt egymás után. És ő nem elégszik meg azzal, hogy itt van ebbe a sávba, hanem még egyel beljebb szeretne menni. Na mindegy. És tévedtem, mert dolgoznak, csinálnak valamit. Csak nem az autópályán, hanem mellette. De hogy most ezért miért kellett egy sávot lezárni, azt nem tudom. Gyerekek, most már lehetne menni, nyomjátok azt a nyomorult gázpedált, ott van a jobb lábnál, és ha azt nyomod, akkor megy. Mit bámészkodtok már, mit csinálnak? Ó, fölborult a kamion, leugratott, jó van. Azt nézik, kollega átugratott a szalagkorláton.